Szeretettel köszöntöm a versenyzőket, a felkészítő tanárokat, érdeklődőket. A 32. Hevesi György Kárpát-medencei kémia verseny döntőjének záró eseményén. Mi is fog történni a záró eseményen? Én nagyon röviden csak ugye felkonferáltam magát az eseményt, és ezt követően Murányi Zoltán tanár úr, az Eszterházy Károly a Katolikus Egyetemről mintegy 50 perces kísérleti bemutatót fog tartani. Tehát egy kísérleti kémiai bemutatóval kezdünk, és azt követően, ha az véget ér, hát egy nagyon kis rövid időtartam, egy picike szünet lesz, néhány másodperc gyakorlatilag, akkor térünk rá az eredmények ismertetésére, a verseny értékelésére. Tehát tisztelettel a következő 48 percben Murányi Zoltán tanár úr kémiai kísérleti bemutatóját fogják látni. Köszönöm, hogy itt vannak, kérem kísérjék figyelemmel ezt. Kérem szépen a bejátszást. Itt a hevesi verseny döntője, és az ilyenkor reményeim szerint elmaradhatatlan kísérleti bemutató. Ugye már csak az van hátra, hogy megtudjátok az eredményeket, de addig még ezen is túl kell esni. Én nagyon őszintén remélem, hogy egy picit el tudom majd vonni a figyelmeteket az izgalomról, és néhány érdekességet mutatok ismét a kémia csodái közül. Az első kísérletünkhöz 3 lufit tettünk ide. Az előbb bejött egy fiatalember, és azt mondta, hogy hát ezt úgy is meg lehetett volna csinálni, hogy a zsinórok legyenek különböző hosszúságúak. Tényleg így van. Ez a kísérleti dizájnt, ezt azzal a céllal csináltam, hogy lehessen látni, hogy lehet hülyén és okosan is megoldani ugyanazt a feladatot. Na minden esetre most egy láncreakció, vagy lehet, hogy 2 láncreakció szemtanúi leszünk. Itt van ez a gyújtószerkezetem, és akkor a legalacsonyabban lévő, vagyis a kék lufit meggyújtom, és meglátjuk, hogy mi történik. Hát a láncreakcióból, a 3-ból 2 sikerült, úgyhogy ha már szegény piros lufit beizgattuk, akkor adjunk neki is egy kis gyújtást. És akkor így meg tudtuk mutatni a hidrogén erejét, a hidrogénnel töltött lufiknak a égésével. Hát ez ugye azért eléggé impresszív történet. Gondoljatok bele, hogy pedig csak hidrogén van a lufiban, és abból sem olyan drámaian sok, hát nem tudom mennyi vagy 5 liter hidrogén férhet ebbe a lufiba, és ennek az 5 liter hidrogénnek a robbanása, vagy hát még kulturáltabban mondva elég gyors elégése az, amit láttunk, tapasztaltunk. Miért volt ez láncreakció? Hát egyrészt az lett volna a lánc, hogyha rendesen sikerül, hogy az egyik lufi a másikról meggyullad. Másrészt pedig hát ugye a hidrogénnek és az oxigénnek a reakciója is itt a robbanás pillanatában, az is egy láncreakció. Hát ennek a részleteit azt nem fogjuk a továbbiakban elemezni, de legalább egy utalás szinten ez elhangzott. Nos, hát a szélsőséges hőmérsékletek között mozogva ebben a robbanásban azért biztos, hogy legalább 1000 fokos hőmérsékletű láng szerepelt. Attól most egy kicsit lejjebb megyünk egy másik gáznak a segítségével. Ez a másik gáz, ez a nitrogén lesz. És folyékony nitrogénnel végezzük a következő kísérletet. A folyékony nitrogén mínusz 196 Celsius fokos, amivel már azért a hőmérsékleti skálának a
alsó határai közelében vagyunk. Ugye amennyire távol van a 1000 Celsius fok a hőmérsékleti skálának a felső régiójától, annyira közel van már a mínusz 273 Celsius fokhoz a folyékony nitrogénnek a mínusz 196 Celsius fokos forráspontja. Nos, mit is csinálunk ezzel a folyékony nitrogénnel? Az első kísérletben még csak mint segédanyag szerepel, ugyanis ez a kísérlet arról fog szólni, hogy megmutassuk azt, hogy a médiában hogyan jelenítik meg a kémiát. Alapvető, fontosságú eszköz a gömblombik. Valami miatt a gömblombikot nagyon szeretik, valószínűleg ez látványos dolog. Természetesen színes folyadék kell bele. Ez is alapvető fontosságú, és még az is, hogy valami ilyen magamfajta tudományos kinézetű személy kísérletezzen vele. És ami még egy nagyon fontos dolog, és egyenlőre hiányzik, az, hogy ez füstöljön. Ehhez kell a nitrogén. Rá töltünk egy kis folyékony nitrogént erre a szép színes folyadékunkra, és már is itt van a kémia. Persze elhangzott egy rossz kifejezés, amit azonnal javítani szükséges. Ugye ez, amit most látunk, ez nem füstölés, hanem köd. Gondoljunk bele, hogy mi különbözteti meg egymástól a ködöt és a füstöt. Az, hogy az egyik esetben a gázban szilárd részecskék vannak eloszlatva, a másik esetben pedig folyadékcseppek. Nos, hát ha belegondolunk, hogy itt mi történik, ugye itt az történik, hogy a folyékony nitrogén eléggé erőteljesen lehűti a környezetét, lecsapja a levegőben lévő vízpárát, és ezáltal apró, kicsike kis vízcseppeket hoz létre, tehát akkor ez itt köd, ami keletkezett. De mire ezt megemésztjük, addigra lett egy új tapasztalás, ami szerintem legalább olyan érdekes, mint az eddigiek, bár ez már a média számára nem lenne annyira izgalmas. Tessék megnézni, volt egy nagyon szép tintakék folyadékom, és lett belőle egy rózsaszín folyadékom. Hát próbáljuk meg megtalálni a dolognak a magyarázatát. Nyilvánvaló, hogy az a egyébként talán kézenfekvőnek tűnő gondolat, hogy a nitrogénnel reagált valami, az nem reális, hiszen a nitrogénnek nagyon-nagyon kicsi a reakciókészsége, még sokkal magasabb hőmérsékleten is, ezért hát valami más megoldást kell keresnünk. Méghozzá arra kell gondolnunk, hogy mik is azok a folyamatok, amiket ugye a hőmérséklet változással befolyásolni tudunk. Ugye rögtön, vagy egy kis idő elteltével eszünkbe jutnak az egyensúlyok. Hogyha egy egyensúlyban lévő rendszert hűtök, akkor az exoterm irányba fogom eltolni az egyensúlyt. Itt is ez történt, méghozzá mi között is van egyensúly. Ugye, ebben az oldatban a kobalt ionok körül kloridionok vannak, ez egy tetraklorokobaltát oldat. Viszont van benne meglehetős mennyiségű víz is, és a vízmolekulák, kloridionok kicserélődése, tehát a tetraklorokobaltát kettőből, a hexalkvokobaltát kettő kialakulása, az egy exoterm folyamat. Tehát amikor én elkezdtem nagyon hűteni a folyékony nitrogénnel, akkor ezt a egyensúlyeltolást hajtottam végre, hogy míg ebben a melegebb oldatban főként kloridionok veszik körül a kobaltiont, addig ebben a lehűtött oldatban főként vízmolekulák, és így egy másik színű komplex keletkezett. Ezeket termokolor festékeknek hívjuk az ilyen anyagokat. Mindenki találkozott már ilyennel, esetleg gondolkodjatok jó példákon. Természetesen, ha ez így van, akkor a folyadéknak a melegedésével vissza kell majd kapnunk az eredeti szint, mert hogy az egyensúlynak vissza kell alakulnia arra, hogy a magasabb hőmérsékleten egyszer már beállt. Ennek a folyamatát egyébként úgy követhetjük, hogy ahogy melegszik az oldat, úgy egyre több kék van a rózsaszín mellett, kéknek és rózsaszínnek a keverékszíne a lila,
tehát a lila különböző árnyalataink keresztül fog visszakékülni az oldat, ahogy teljesen megmelegszik a folyadék benne. Ezt most mi nem biztos, hogy megvárjuk, majd esetleg a későbbiek során még visszanézünk rá. Most meg nyugodtunk ebben, hogy ezt a kísérletet meg tudtuk csinálni, és meg tudtuk magyarázni. Maradunk ennél a menetrendnél, hogy egy kis hideg, egy kis meleg, akkor jöjjön egy klasszikus, méghozzá a gyufás klasszikus. Csinálunk egy gyufát, egy saját készítésű üvegszáró gyufát, ami hát arra lesz nekünk megfelelő alibi, hogy elmeséljük Irinyi Jánosnak a történetét. Ugye a Irinyi 17 évesen, nem volt sokkal idősebb, mint ti most, amikor támadt egy kiváló ötlete, egyébként egy nem túl ügyes kémia professzorának a sikertelen kísérletén elgondolkodva jutott erre az ötletre. Remélem, hogy én ma nem fogok ilyen inspirációval szolgálni nektek. Szóval nem tudta megcsinálni a gyufa modell kísérletét ez a tanár, és Irinyi elgondolkodott, hogy ő hogyan tudna valami klassz, ügyes kis gyufát csinálni, és kézenfekvően adódott neki a fehér foszfor, ami hát nagyon alacsony gyulladási hőmérsékletű, picike kis surlódás hatására is könnyen meggyullad. Volt azért ennek hibája, mint tudjuk, ugye ezért van a név, hogy gyufa méreg, hiszen ez valóban méreg volt, méghozzá bőrön keresztül felszívódó méreg, ami hát eléggé rossz hatással volt, különösen a gyufa gyári munkásokra, de ez csak vagy 50 évvel később vezetett a Irinyi féle gyufa betiltásához. Nos, a én gyufámnak gyönyörű, elegáns üvegszára van, szép zöld gyufa méreg található rajta, és a működése olyan, hogy hozzá kell érinteni a meggyújtandó anyaghoz, és akkor a szokásos módon, kevés nagy képűséggel mondhatni, hogy a szokásos módon meggyullad a vattánk. Hát a magyarázat részét képezi az, hogy elmondjuk, hogy ez persze nem vatta, csak annak néz ki, hiszen a vatta az azért ettől sokkal nehezebben gyulladna meg, viszont hogyha egy kis kénsav, salétromsav segítségével megnitráljuk, nitrocellulóz hozunk létre, akkor az egy könnyen lobbanó, alacsony gyulladáspontú anyag, és az a bizonyos reakció, ami az a zöld anyagot jellemzi, az hőt is termel, oxigént is termel, azaz minden adott a gyulladáshoz, gyorsan meggyulladt a nitrocellulózunk, ami hát, hogyha tudjuk, hogy ő a füst nélküli lőpornak az alapanyaga, akkor nem is olyan meglepő. Egy pillanatra vissza a lombikjainkhoz. Ugye sokkal mélyebb a lila, sokkal több már benne a kék, és egyre kevesebb a rózsaszín, tehát nagyon érzékenyen követhetjük a folyadék melegedésének a folyamatát. Ja, most akkor egy kis hűtés következik, kis folyékony nitrogén ebbe a PET palacba. Töltök folyékony nitrogént. Közben elmesélem, hogy ezen a héten egy kémia tanári konferencia volt itt nálunk Egerben, roppant izgalmas és érdekes előadásokkal. Az egyik meghívott előadó, aki pontosan azt vizsgálja, hogy milyen anyagok kerülnek a PET palackból az ásványvízbe, elmondta, hogy nagyon kell arra vigyázni, hogy a PET palackunkban meleg
italt sose tegyünk, mert 50-60 fok fölé emelve a hőmérsékletet nagyon sok káros anyag képes kioldódni a PET palackból. Hát remélem, hogy ezen a mínusz 196 fokon nem oldódik ki semmi, ami veszélyeztetne minket. És akkor most bele tolom a PET palackba a alumínium csövet, amin van egy dugó, és remélem a kamerának nem fáj, hogyha egy kicsit beborítjuk. Csináltunk egy jó kis nitrogénes szökőkutat. Joggal kérdezhetitek, hogy mi ebben a kémia. Hát a kémia mindenhol ott van a természetben, és a természet nem válogat, hogy éppen kémiai vagy fizikai jelenség zajlik, vagy kapcsoltan a kettő, vagy még valamilyen más természettudomány területe is bekapcsolódik, ugye a természet, ő természet. Ebben az esetben azt a jelenséget mutattuk meg egyébként, hogy mennyire felgyorsul a nitrogénnek a forrása attól, hogy a jóval melegebb alumíniumcsövet beledugjuk, azzal, hogy a gumidugó lezárta a PET palack száját, megnőtt a palackban a nyomás, növekedés miatt kifröskölt a nitrogén, és ahogy már korábban láttuk, lehűtötte a levegőt, lecsapódott a pára. És itt azt láthatjuk, hogy a levegő nedvességtartalma nem csak kötként csapódhat le, hanem itt az alumínium csövön bizony már jég kiválás is van, tehát bezúzmarásodott az alumínium cső, hiszen ő természetesen átvette a folyékony nitrogén hőmérsékletét, és ezáltal elég hideg ahhoz, hogy ráfagyjon a levegő páratartalma. A következő kísérletünk egy palackkal történik, amely palackot nemrégiben emeltünk ki a közeli halastó vizéből, és eddig még nem mertük felbontani, de itt a pillanat, hogy felbontsuk és megnézzük, hogy mi is van benne. Úristen, Ginny volt benne, és hát sajnos anélkül eloszlott, hogy megkérdezze, hogy mi a három kívánságom, pedig én titkon reméltem, hogy ő lesz, és fel is készültem három kívánsággal, de ezeket akkor most már megtartom a következő bemutatásra, és most megpróbálok egy kis támpontot adni ahhoz, hogy megértsük, hogy hogyan jött ki Ginny a palackból. A Erlenmeyer lombikba kis hidrogénperoxidot teszek. És ha találnék egy kanálkát, ha találok kanálkát, akkor majd megoldom máshogy. Kis káliumpermanganátot előkészítek, és ezt bele szórom a permanganátba. És hát ugyanaz a jelenség játszódott le. Mondjuk ezt a kísérletet úgy is eladhatnánk, mint egy ninja eltűnési trükk. Most egy pillanatra meg is szólalt a kis ördög az agyamba, hogy bújjak le ide az asztal alá, de most még nem ennek van ott az ideje, hiszen még nem szeretném befejezni a bemutatót. De most láttuk a dolognak a lényegét. Azt történik, azt gondolom sokan tudják, hogy a mangándioxid, a barna kő, az nagyon hatékonyan katalizálja a hidrogénperoxid bomlását. Most én káliumpermanganátot tettem bele, de valószínűleg látható, hogy az oldat barna lett.
Ez a barnaság, ez a mangándioxidtól van, ugye a kálium permanganát és a hidrogén peroxid reakciójában barna kő keletkezett. Ez a barna kő, ez pedig nagyon hatékonyan, ahogy mondtuk, bontja a hidrogénperoxidot. Hirtelen rengeteg oxigén keletkezett, és ez az oxigén, ahogy eltávozott a palackból, pici kis vízcseppeket visz magával. És amiatt jött létre ez a második ködoszlop. Tehát ez egy ilyen porlasztásszerű ködoszlop, ami itt létrejött. És az a különbség többek között az előző nitrogéneshez képest, hogyha én ezt most itt megpróbálom a tenyeremen megtartani, akkor előbb-utóbb ordítanom kell, mert hogy felmelegedett alaposan, tehát ez egy jó exoterm folyamat volt ez a bomlási folyamat. Az előbb ugye a nitrogénnel, a hűtéssel hoztuk létre ezt a ködöt, most pedig hőképződése kísérte a ködnek a kialakulását. Mindegy, a lényeg az tehát, hogyha permanganátot szórok hidrogénperoxidba, akkor ott ez a jelenség fog bekövetkezni. Nos, Ginny esetében ez úgy képzelendő el, hogy egy teafilterbe tettük a káliumpermanganátot, azt a palackba hígított egy-egy hígítású hidrogénperoxidot öntöttünk, belógattuk a teafiltert, és a cérnát oda zártuk a dugóval, és hogy amikor kinyitottam a palackot, akkor beesett a filter, elkezd oldódni, vagy elkezd bejutni a permanganát a hidrogénperoxidhoz, és gyönyörűségesen beindul ez a reakció. Nos, egy pillanatra ismét visszatérünk a két lombikunkhoz, aminek a színe, legalábbis a melegedője ismét változott, most már egészen ibolyás színű, és nem sok kell hozzá, hogy újra megkülönböztethetetlen legyen a két lombikban lévő folyadék színe. Nos, most egy kicsit más vizekre evezünk, főzünk egy teát. Ehhez egy eléggé szokatlan formájú tea főzőedényt használok. És szerzek egy teát, aminek csak ezt az oldalát mutatom, nehogy reklámnak minősüljön az, amit művelek. Sőt, igazából az lesz a legjobb, hogyha kiveszem a filtert a zacskóból. És akkor már csak arra van szükségem, hogy egy energiaforrást találjak, az sem a szokványos lesz. Most nem melegítéssel, hanem világítással, méghozzá UV-fénnyel való megvilágítással fogjuk főzni a teánkat. Majd, hogyha sikerült összebénáznom a szerkezetet, akkor kérek szépen egy kis villanyoltást. És látjuk, hogy a UV lámpa fénye semmilyen hatással nincs a vízre, amiben a teát főzni fogom. Viszont, amikor a teafiltert bele mártom, akkor az már is látszik, hogy zöld teára hívom meg azokat, akik itt vannak most. Sajnos, akik csak online néznek minket, őket nem tudom meghívni a teára, de emiatt ne szomorkodjatok különösebben, mert mindjárt kiderül, hogy átverés az egész, mint általában. És a teához csak annyi köze van a kísérletnek, hogy teafiltert használunk. Azért használunk teafiltert, mert ezen szép lassan tud keresztül menni, és a teafilterben elhelyezett anyag szép lassan tud kioldódni. Ez az anyag most jelen pillanatban a fluoreszein, ami hát erről a kiváló tulajdonságáról kapta a nevét, hogy a fluoreszcencia jelensége jellemző rá. Ezt a jelenséget látjuk, és mindjárt meg is mondom, hogy ez micsoda. Az, amikor egy anyag fény
sugárzás hatására maga is fényt bocsájt ki. Ez a fotoluminescencia egészen pontosan, és ennek egyik formája a fluoreszcencia, méghozzá az, amikor addig tart a fénykibocsájtás, amíg tart a besugárzás. Amikor megszüntetem a besugárzást, onnantól kezdve nincs fénykibocsájtás. Most fluoreszkál, most nem fluoreszkál. A másik társ reakció, vagy társ folyamat a foszforeszcencia. Erről meg akkor beszélünk, amikor a besugárzás megszűnte után az anyag még továbbra is fényt bocsájt ki. Hát ilyen lehet például a kistesók szobájában a plafonon lévő csillag, ami napközben benyeli a fényt, éjszaka pedig csillagként világít. Nos, ami igazából itt a megtekinthető jelenség, a fluoreszcencia segítségével megtekinthető jelenség az a diffúzió. Gyönyörűen látszik, hogy a kioldódó anyag a teafilteren keresztül kioldódó fluoresszein hogyan helyezkedik el a vízben, hogyan próbálja megtalálni magának a utat arra, hogy mindenhol egyenletesen kitöltse, egyforma koncentrációjú oldatot hozzon létre. És még az is látszik, hogy minthogyha a gravitáció egy kicsit ebben ellene dolgozna, tehát hogy lefelé jobban halad ez a fluoreszcein. Azt gondolom, hogy eléggé szép látvány, és még hogyha tényleg tea lenne, akkor sem biztos, hogy meg akarnánk inni, hiszen inkább nézzük ezt a szép látványt. De most mi elbúcsúzunk tőle, kérem szépen a villanyt, és meglátjuk, hogy hát ami a UV-fényben nagyon szép fluoreszcencia volt, az így nappali fénynél egy eléggé szokványos sárga színű anyag mindössze. Oké. No, hát akkor egy picit térjünk vissza a folyékony nitrogénre. Egy kis utánpótlás. Nem ezt kell ide. Elgondolkodtatok már azon, hogy micsoda rettenetes veszélyben vagyok? Tehát, hogyha például ez az anyag ráfolyna a kezemre, akkor megfagyna a kezem, ugye? Megmutatom, hogyan. Már nem azt mutattam meg, hogy hogy fagy meg a kezem, hanem hogy folyik rá a nitrogén. Mert szerencsére, annak ellenére, hogy ez a nitrogén tényleg mínusz 196 fokos, mégsem fagyasztja meg a kezemet, ugyanis van a Leidenfrost jelenség, az a jelenség, ami hát azt írja le, hogy ez a nagyon hideg anyag nagyon-nagyon gyorsan párolog. Nagyon sok nitrogén gáz keletkezik, és így a csepp és a bőrfelületem között mindig van nitrogén gáz, ami meg rendkívül jó hőszigetelő, és ennek eredményeként megvédi a kezemet a megfagyástól. Hogyha gyűrű lenne az ujjamon, és arra ráfolyik, az alatt megfagy, ha befolyik a cipőmbe, ott megfagy, meg egyébként is azért veszélyes dolog, ez nem szabad szórakozni vele, de ezt most viszonylag nagy nyugalommal, vagy nagy biztonsággal megcsinálhattam. Megpróbálom azt is megmutatni. Remélem elég száraz ez a lombikom, hogy mit eredményez még ez a Leidenfrost jelenség. Hát azt egy kicsit célszerű megvárnunk, míg a köd elhagyja a palackunkat. És akkor talán lehet látni azt, hogy a megforgatott nitrogén egészen lassan lassuló, vagy egészen jelentős ideig nem nagyon lassuló módon szaladgál körbe-körbe a Ellenmeyer lombikba. Még egy próba.
Ez ugyanúgy a Leidenfrost jelenségnek tudható be, hiszen nem surlódik igazából a nitrogén az üvegen, mert a nitrogén és az üveg között ott van mindig a elpárolgó nitrogénnek a gáza, és mint egy légtalpas hajó ezen a gázon tova szaladva, nagyon szép, ilyen szalagszerű formában forogva mozog a lombikban. Jó, és ugyanezt csinálja egyébként a földön is, meg az asztalon is, szétfut, és nagyon gyorsan kis bogyókat képez, amelyek aztán gyorsan eltűnnek, mert elpárolognak. Na, még egyszer utoljára elő kapom ezt a két lombikot, és azt gondolom, hogy ez a része is teljesült a kísérletnek, hogy visszamelegedett és visszanyerte a színét, olyannyira, hogy ezt a kettőt én már most össze merem önteni, de mintha eddig nem mertem volna összeönteni, csak meg akartam mutatni. De még egyet mutatok ezzel a kísérlettel, hogy hogyan lehet még eltolni a kloridionok és a víz molekulák egyensúlyát. Teszek egy pici vizet a lombikba, és öntök hozzá a tetraklorokobaltátból, és gyönyörű szép rózsaszín oldat keletkezik, hiszen, hogyha ugye a vízmolekulák nagyon nagy fölöslegben van a kloridionokhoz képest, akkor az egyensúly úgy tolódik el, hogy ők veszik át a helyeket a kobalt ionok körül. Ebben az oldatban nagyon nagy kloridion koncentráció van, és azért lehetnek főként kloridionok a kobalt körül. Na, ezt a kísérletet alaposan kiveséztük, ahhoz, hogy most esetleg ismét tüzeskedhessünk egyet. Ehhez a tüzeskedéshez most első közelítésben csak egy bunzenégőt használok, és hát vele fogunk három dolgot csinálni. Az egyik az, hogy megmutatom, hogy milyen a propánbutánnak a kvázi tökéletes égése, és utána pedig megmutatom, hogy milyen a tökéletlen égése, de ehhez sajnos sötétet kellene csinálni, úgyhogy kérek szépen ebben egy kis segítséget. Köszönöm szépen. És akkor már is világítok, hogy azért lássunk valamit. És akkor ezzel el is árultam, hogy mi a különbség a tökéletes égés között és a tökéletlen égés között. Ez utóbbit hívjuk ugye világító lángnak. Ami azért világít, mert nem széndioksziddá ég el teljes mértékben a propán és a bután, hanem egy részéből szénmonoxid, esetleg most nem bánjátok, hogy nem vagytok itt, bár ez minimális mennyiségű, nem lennétek veszélyben, és ezen kívül rengeteg korom keletkezik, és ez okozza a világító fényt, hiszen a korom szemcsék izzanak a lángban, és ezáltal fényt sugároznak ki. Itt vagyunk közel augusztus 20-ához, ugye mindenki csodálkozott azon, hogy milyen gyönyörű szép színeket lehet a tűzijátékban kialakítani. Ugyanezeket a színeket én is meg tudom mutatni úgy, hogy egy kis spriccolóból belefújok bizonyos fémsó oldatokat a lángba. Ugye mondjam is, hogy melyik mi volt, igaz? Az első zöld az a réz volt. Nézzük meg hozzá a második zöldet, ezt a sokkal fakóbb zöldet, ez a bárium. Ez a gyönyörűség a lítium. Ez a egyel visszafogottabb a stroncium. És mit sikerül még kisorsolnom?
Hát az örök klasszikust, a nátriumot. Nos, ugye a fémionoknak, vagy a nem is ionoknak, mert ugye fémionokat fújok a lángba, de ott fématomok keletkeznek, és ezeknek a fématomoknak a lángfestése az, amit látunk, és ami érdekes, közben visszagyújthatjuk a villanyt, köszönöm szépen, ami érdekes ebben az az, hogy az egyes színek, az egyes fémekre jellemzők, amikor jó 160 évvel ezelőtt Bunsen és Kirchhoff az első műszeres analitikai módszert bemutatta, akkor ez pont erről szólt, ehhez csinálta egyébként Bunsen ezt a Bunsen égőt, és beleporlasztott fém oldatoknak a spektrális vizsgálatával tudták ezeket a fémeket azonosítani, ami hát nagy tudományos teljesítmény volt akkor régen. Nos, a következő kísérletünk még mindig a Bunsen égővel zajlik, és van itt nekem egy kis likopódium porom. Aki ismeri ezt az anyagot, tudja, hogy a tűzköpők is ezt használják, és hogy egy sásféle növénynek a virágpora, ami olyan finom eloszlású, hogyha beleszórom a lángba, hát nem hagyja. A fizika nem hagyja, hogy kémia legyen, mert hogy olyan nagy sűrűségkülönbség van a hideg és a meleg levegő között, hogy ez a nagyon gyorsan felfele áramló meleg levegő elfújja a likopódiumport, de hogyha egy kicsit erőszakosabb leszek, akkor mindjárt látjuk, hogy dolgoznak a tűzköpők. Belejuttatva ezt a port a Bunsen égő lángjába, egészen heves égést tudunk létrehozni, ami hát azon túlmenően, hogy enged beszélni arról, hogy a heterogén reakcióknál, tehát amikor gáz és szilárd anyag reagál egymással, mint ebben az esetben, akkor a szilárd anyag felülete határozza meg a reakció sebességet, az ilyen nagyon finom por nagyon hevesen képes reagálni. Ilyen okok miatt tarthatunk például a porrobbanás jelenségétől. És még egy pillanatra újra visszatérünk a folyékony nitrogénre, csak hogy le tudjam egy kicsit hűteni a kezemet, amit enyhén megégetett a likopódium. Itt van ebbe a szép piros PET-palacba a folyékony nitrogén, és egy lufi, aminek kettős feladata van. Egyrészt az, hogy reklámozza a céget, a varázstoronyt, másrészt meg az, hogy mutassa, hogy milyen tempóval forr a folyékony nitrogén, hogyan távozik a nitrogén a folyadékfázisból a gáztérbe. Nagyjából lehet látni, hogy mennyi nitrogén van a palacban, hiszen addig lecsapódott rá a víz, és tökéletesen lehet azt látni, hogy milyen tempóval távozik a nitrogén a folyadékfázisból. És most azt fogom megmutatni, hogy milyen változás történik akkor, hogyha kis hideg, vizes csapvízbe állítom ezt a palackot. Hát nem sokáig bírta a lufi a hirtelen nyomás növekedést. Én számomra ez azért nagyon izgalmas ez a kísérlet, azon kívül, hogy egy másik fajta nitrogénes szökőkutat is tudok mutatni, hogy meglássuk azt, hogy micsoda különbség van a levegő és a víz hőátadó képessége között.
Ugye nagyságrendekkel gyorsabban forrt a nitrogén, amikor a vízbe állítottam, pedig a víznek a hőmérséklete semmennyivel sem több, sőt kevesebb, mint a levegő hőmérséklete, mert ugye csak a hideg víz jön föl, tehát még csak csalni sem tudnék, ha akarnék sem. De persze, aki volt már a szaunában, ezt az érzést biztosan megtapasztalt, úgyhogy nem kell ezt túlzottan magyaráznom. Inkább arról ejtsünk még pár szót, hogy mekkora mértékű térfogat növekedés van akkor, amikor egy folyadékból gáz lesz. Ezt viszonylag egyszerű összehozni, akár a nitrogén, de akár mondjuk a víz példáján keresztül. Gondoljuk, vegyünk 1 mol vizet, 18 gram, azaz 18 köbcenti, tehát egy kicsit kevesebb, mint 2 cent a stampedliba. És hogyha azt a vizet 25 Celsius fokon elpárologtatom, akkor abból mennyi lesz? 24,5 köbdeciméter gázhalmazállapotú anyag lesz. Tehát több mint 1000-szeresére nő a télfogata. Ezért borzasztó veszélyesek azok a folyamatok, amikor hirtelen egy folyadék forr, és hirtelen ennek következtében megnő a térfogata. És még mutatok egy érdekességet, egy kémikus 3D nyomtató. Ugye, ahogy a víz melegítette a nitrogén meg lehűtötte a vizet, és meg is fagyott a víz, és a PET palack fenekének a formájára belefagyott a víz az edénybe. Ez nagyon hasznos, mert ebbe például üveg alátétnek, parfék szervírozásához rendkívül alkalmas kis dolog, amit sikerült nyomtatnunk. Nem tudom pontosan, hogy mennyi időm van, de azt érzem, hogy nem sok, úgyhogy még egy, illetve kettő termikus bontásos folyamatot szeretnék megmutatni. Az egyik, az egy meglehetősen mérgező anyagnak a segítségével történik, ez a higany tiocianát. Wöhler egyik kedvenc kísérlete. Ugye Wöhler egy ilyen termikus átalakítással igazolt, vagy döntötte meg a vis vitalis, az életerő elméletet. Ez inkább olyan kísérlet, amiből az életerő árad, hiszen ebből a kis tojásból egy pici hőenergia segítségével egy meglehetősen nagy méretű kígyót sikerül kikeltenünk, egy homoki viperát. Egyedül az imprintingben bízhatok, hogyha anyunak gondol, akkor biztos nem fog belém harapni. Nos, ez a jelenség egy nagyon érdekes rendszer a szilárd hab képződésével magyarázható. Ugye a termikus bomlás során, a termikus átalakulás során keletkezik nekünk kétféle szilárd anyag. Az egyik a belül látható fekete higanyszulfid, a másik a kígyó bőre, ez egy kén bevonat, a kén tökéletlen égésével keletkezik, és gáz keletkezik az átalakulás során, és ez a gáz felfújja a szilárd anyagot, tehát egy nagyon-nagyon ilyen szivacsos szerkezetű, könnyen eldarabolódó anyag keletkezik. És a kis tojásnak az össztömege az nagyobb volt, mint a kígyóé, hiszen még gáz távozott el a bomlási folyamat során. Ez a kísérletben az igazán látványos, hogy ilyen kígyó formájúra nő ez az anyag. Wöhler ezt a fáraó kígyójának nevezte ezt a kísérletet a bibliai jelenet alapján, amikor Mózes a pottyát kígyóvá változtatja a fáraó előtt. És akkor egy másik folyamat, ami szintén termikus bomlás, és szerintem szintén elég látványos, és a legjobb benne az, hogy utána nagyon jót lehet takarítani. Ezt már nem fogjátok látni. Most ismét egy kis hőt közlök vele.
és majd ismét sötétség kell ahhoz, hogy ez a folyamat igazán jól látszódjon. Megmelegítem egy kicsit. És a kis melegítés után önfenntartóvá váló folyamat keretében Magyarország legnagyobb működő vulkánját és annak kitörését közvetítjük nektek élőben. Lassan kihuny a vulkánunk, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi maradt vissza utána. A nagy narancssárga, vagy a kis narancssárga kupac helyén egy nagy zöld kupac van. Most már ezt értjük. Ugye ismét gáz keletkezéssel járó folyamat volt, ami felfújta a keletkező szilárdanyagot, amiből kiindultunk az ammóniumdikromát, és ami keletkezett, az krómoxid, króm-3-oxid. És közben vízgőz nitrogén képződött, ezek fújták fel a króm-3-oxidot. Ebben a kísérletben számomra az igazán döbbenetes, az igazán izgalmas az, hogy itt egy sónak a kationja és az anionja között jön létre redoxi reakció. Gondoljatok bele, hogy ez a só, ez évtizedekig, évszázadokig képes elmaradni abban a szép narancssárga formájában, de ha csak annyi hőt kap, amennyit én a gyújtópálca végével tudtam neki adni, akkor beindul egy önfenntartó reakció. Önfenntartó, hiszen a folyamat során hő keletkezik, és ez a hő elég ahhoz, hogy a többi anyag is átalakuljon. Ugye az, hogy hő keletkezett, az például mutatta, hogy a kis felszálló krómoxid szemcsék izzottak. És hogy gáz keletkezik, az például mutatta azt, hogy felfele szálltak ezek a kis krómoxid szemcsék. Nos, és ebben az esetben a dikromát ion oxidálja a ammóniumiont, így keletkezik króm-3-oxid, és így keletkezik nitrogén. Ezek a legfontosabb elemei ennek a folyamatnak, és hát az, hogy az eredmény az egy szép nagy zöld kupac lesz, hogy lett, amit viszonylag könnyen el tudok takarítani, de ami szétfújódott az asztalon, az sajnos egy kicsit tovább el fog tartani. Úgyhogy én mostantól majd ezzel fogok foglalatoskodni. A szokásos kis gondolat megjelenítő kísérletem, ugye itt van a teljesen üres papír, és ilyenkor mindig azt kérem, hogy a közönség gondoljon arra, hogy mi volt az a gondolat, ami a legtöbbször a fejében járt a kísérleti bemutató során, és én megpróbálom ezt a gondolatot előhívni a papírlapon. Most ugye az van, hogy máskor itt van a közönség, közvetlen a kapcsolat, most meg azért elég messze vagytok, úgyhogy egy pici időt kellene adnom ahhoz, hogy mindenki összeszedje a gondolatait. Addig még talán mutathatnék egy kísérletet, csak ahhoz szerválnom kell valahonnan egy lufit. Már egy pillanatig úgy nézett ki, hogy megmenekülök, de mégsem, ugyanis ez a kísérlet ez az akar lenni, amiben megmutatom, hogy az ember hogy tud 10 másodperc alatt hülyét csinálni magából. Ehhez nincs szükségem másra, mint egy lufira, meg egy kis gázra, amit először beletöltök. Úgy látom, hogy már mindenki koncentrál a papírra olyannyira, hogy alig bírja tartani magát. Szóval, be fogom én szippantani ezt a gázt, ami a lufiban van. Nyilván mindenki tudja, hogy milyen gáz van a lufiban, és a nagy többség azt is tudja, hogy mi fog következni, de azért csak megmutatom. Beszippantottam a héliumot, és ennek hatására ilyen héliumos, elfátyolosodó hangon köszönöm meg mindenkinek a figyelmét, és akkor gyorsan előhívjuk a gondolatot, amire koncentráltatok.
És úgy gondolom, hogy most ez egy olyan közönség, ahol ez teljesen hihető, és mindenkinek őszinte szívből gratulálok a teljesítményéhez, és mindenkinek azt kívánom, hogy maradjon meg a kémia iránti szeretete, és teljesedjen ki. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet. Nagyon szépen köszönjük a látványos bemutatót, és visszatérnénk majd az eseményekre, de még hadd dicsérjem egy picit Murányi tanárurat. Sajnos ő nem tud jelen lenni itt az online térben, én kértem őt, hogy esetleg ő is néhány közvetlen köszöntő szót mondjon, de olyan elfoglaltságai voltak az utóbbi időben, mi is sokat dolgoztattuk, hogy nem tudott eljönni. Tisztelettel. Most ugye eddig is nagyon izgalmas eseményeket láthattunk a kísérleti bemutató során, de ugye most az izgalmak, az érdeklődés még magasabb szintre fog majd menni, mert rátérünk majd a mai kétségtelen lényegi részre. Többen lesznek itt segítségemre a mai eredményhirdetéskor. Kovács Eszter, a Magyar Természettudományi Társulat ügyvezető igazgatója, és ma Szigeti Edit tanárnő is velünk van itt az online térben, az Országos Versenybizottság tagja. Először igazgató asszonynak fogom én majd a szót megadni, és kérem, hogy beszéljen a jelenlevőknek, beszéljen a szponzorálásról, az eseményekről, én tisztelettel átadom neki a szót. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt jelenlévők! Az én tisztem megköszönni a munkáját mindazoknak, akik nélkül a verseny nem jöhetett volna létre. Látom. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kémia és élelmiszerkémia tanszékén dr. Jedlovszky Pál intézményvezető professzor úrnak, dr. Murányi Zoltán igazgató úrnak az izgalmas bemutatóért, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem biztosította a döntő informatikai hátterét, a Teams programot Varga Tamás, a YouTube közvetítést pedig Bók Tamás irányította. Az írásbeli feladatokat Villányi Attila tanár úr készítette, a szóbeli tételeket pedig Balogh Terézia tanárnő állította össze. A szóbeli zsűrinek is szeretném megköszönni, hogy vállalták a részvételt a zsűri munkájában. Szeretném most őket népszerint megemlíteni. A 7. évfolyam első zsűriének elnöke Simonné dr. Sarkadi Lívia, zsűritagok dr. Stirling András, Balogh Terézia, Sósné Cseppje Magdolna és Jurkó Dávid. A 7. évfolyam 2. számú zsűrie professzor dr. Horvölgyi Zoltán, dr. Csutorás Csaba, Szigeti Edit, Zsebe Aliz és Mutzer Orsolya segítették a munkáját. A 8. évfolyam 1. számú zsűriének elnöke professzor dr. Jedlovszky Pál, a zsűritagok dr. Mihály Judit Ilona, Kanyicska Gabriella, Szél Kitti és Füzesi Zsanett. A 8. évfolyam 2. számú zsűriének elnöke dr. Murányi Zoltán volt, munkáját dr. Bóka Beáta, dr. Sumi Ildikó, Dománné, Kun Gabriella és Szombati Eszter segítette. Hálásan köszönjük munkájukat. A döntő előtti napon a Teams próbát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem biztosította. A próbát
Márton Péter PhD hallgató vezényelte, köszönjük. Kötelességem felsorolni azokat a szponzorokat, melyek anyagi háttérrel segítették a verseny létrejöttét. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzeti Tehetségprogram, Miniszterelnökség, Nemzeti Kulturális Alap, Bethlen Gábor Alap, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap, Richter Gedeon NRT, Bálint Analitika Kft., Égis Gyógyszergyár ZRT, Szervier Kutatóintézet ZRT és a Természet Búvár magazin. Szeretném megköszönni továbbá az elhivatott kémia szaktanárok munkáját is, akik az elmúlt nehézségekben bővelkedő időszakban is vállalták a tehetséggondozást, és felkészítették a versenyzőket a versenyre. Továbbá a szülőknek is köszönöm, hogy támogatták gyermekeiket. Köszönöm szépen a szót! Nagyon köszönöm, igazgató asszony, szavait is, hogy ezt a sok köszönetet elmondta, és tényleg nagyon hálásak vagyunk az elhangzott szponzoroknak, a rendezőknek, és hát nem utolsó sorban igazgató asszonynak, aki nagyon nagy munkát végzett a verseny előkészítésén és lebonyolításában. Én tisztelettel most magamnál tartom a szót, mert néhány szóban az idei a 32. hevesi kémia versenyt értékelni szeretném, koncentrálva leginkább a szóbeli fordulóra. A szóbeli forduló már elhangzott ugyan a nyitó előadáson, a megnyitón. 7. osztályosok, de hát most már végeredményt tudok mondani, 33 versenyző volt a 7-esektől, 36 versenyző volt a 8-osoktól, és a 36 versenyző között 3-an határon túlról jelentkeztek be a versenyre. A döntőn résztvevő versenyzőknek és a kísérő tanáraiknak, illetve elkészítő tanáraiknak emléklapot fogunk majd e-mailben küldeni. Röviden egy-két szót, ugye a második forduló, a megyei forduló írásbeli eredményeiről, itt nekem itt van a puskám, bele fogok most nézni, mert most számadatokat is fogok közölni. A 7. évfolyamos kategóriában az összes versenyző átlagpontszáma 88,9 pont. Ez igen magas, a legmagasabb pontszám pedig 96,5 pont. A maximálisan elérhető 100 pontból. A 8. évfolyam versenyzői átlagosan 83,3 pontot értek el. A legmagasabb pontszám itt 97,5 pont volt. Ugye a szóbeli forduló, most a döntőre csak szóbeli jutott, ezt a csapot idézőjelbe tenném, 4 zsűri is osztályunként, kategóriánként két-két zsűri, két-két ötfős, öt-ötfős zsűri hallgatta meg a diákokat, és mi már az elején megkértük a zsűri elnököket, hogy legyenek olyan kedvesek, néhány szóban, írásban értékeljék az elhangzottakat, azt a fordulót. Egybehangzóan azt tudjuk megállapítani a zsűrik értékelése alapján, hogy magas színvonalú volt ez a szóbeli verseny. Magas színvonalú volt. Természetesen, hogy mondjam, a gyerekek, a versenyzők lámpaláza időnként szembetűnő volt, tehát ez mindannyian így vagyunk, ha szerepelni kell, akár jelenlétiben, akár online, és online ugye még ez csak fokozódik, hiszen bizonyos technikai problémák léphetnek fel, és ezért kicsit bizonytalanná válhat a szereplés. Meg kell mondanom, hogy nem volt áthidalhatatlan technikai probléma, volt egy-két kellemetlen esemény, de ezeket mind sikerült megoldani. A zsűrik jelentéseiben megállapították, hogy a diákok nagyon tájékozottak voltak,
sok ismerettel, szakmai ismerettel rendelkeztek, és nagyon sok esetben tudásuk teljesen túlmutatott a kerettanterv szakmai anyagán. Tehát ebből látszik, hogy ők nagyon sok plusz munkát befektettek, gondolom öntevékenyen is abba, és a pedagógusaik segítségével, hogy újabb és újabb ismeretekhez jussanak, és ez nagyon dicséretes. Nagyon jól használták a kémiai szakmai szavakat, és nagyon sokan teljesen tisztában voltak a mindennapi jelenségek kémiai vonatkozásaival. Sőt, még azt is olvastam jelentésekben, dicséretként, hogy nagyon sok versenyző nagyon komplex látásmóddal bírt. Hát ez nagyszerű dolog. Ez még becsületére válik egy egyetemen tanuló diáknak is, nem is beszélve még oktatóknak is a komplex látásmód. A szóbeli forduló jelentőségéről szeretnék egy-két szót mondani. Egyre inkább úgy látszik, hogy a szóbeliség a diákok, a szakemberek kifejező készségének színvonala szóban egyre inkább fontosabbá válik. Abszolút nem becsüljük ezzel, de természetesen az írásbeli fordulókon nyújtott teljesítményeket, de egyre inkább meg kell tanulni a diákoknak és szakembereknek is, hogy szóban tudják magukat kifejezni. Tehát ha bár most ezen a döntő fordulón csak szóbeli rész volt, nagyon fontos dologra világított rá ez, hogy egyre inkább tanulni kell a szóbeli kifejezést is. Nagyon sok vállalati szakember, aki egyetemeken minket megkeres, hiányolja, hogy még egyetemistáknál, sőt frissen végzett, mérnököknél sem tapasztalják a szóbeli kifejezés magas színvonalát. Tehát szeretném biztatni az itt ülő diákokat, versenyzőket, pedagógusaikat, hogy a jövőben erre is egyre nagyobb hangsúlyt kell majd fektetni. Én most átadnám a szót Szigeti Edit tanárnőnek, mert most a leglényegesebb része következik ennek a záró eseménynek, ismertetni fogja az eredményeket. Tanárnő, cseréljünk helyet, kérem. Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm elsősorban a versenyzőket, a felkészítő tanárokat. Gondolom a szülők is ott drukkolnak most a gyermekeik mellett, meg feltehetőleg sok érdeklődő is van. Ugye imárom ez a második alkalom, hogy nem személyesen tudom köszönteni a versenyzőket, de remélem, hogy így is sok örömet fogok okozni. Mindkét kategóriában az első 6 helyezett lesz jutalmazva, és miután most lehetőségünk nincs tárgynyeremények átnyújtására, ezért a támogatóktól kapott utalványokkal jutalmazzuk a gyermekeket. A 7. évfolyam utalványait a Bálint Analitikai Kft., a 8. évfolyam utalványait az Égis Gyógyszertár Zrt. Biztosítottam. A díjazottakkal a jövő hét folyamán a Természettudományi Társaság titkársága felveszi majd a kapcsolatot. Az első helyezett diák, illetve szaktanára, amennyiben nem kapott az utóbbi évben a szaktanár hevesérmet, akkor hevesérmet kapnak, és természetesen utalványt, melyet a társulat 2021. jubileumi közgyűlésén vehetnek át. Megmondhatom az időpontját is, ez a közgyűlés 2021. október 5-én lesz, és minden érintett külön értesítést kap a helyszínről, és azok is, akik a tavalyi évben nem tudták átvenni a hevesértő érmet, azok is meg fogják itt kapni. Az egyes fordulókban a legjobb eredményt elérő diákok és tanáraik nevét most külön is felolvasom. Mindkét kategóriában, ahogy a professzor is elmondta, két-két zsűri dolgozott. Először mondom a 7. osztályos zsűri, az első számú zsűri eredményeit. Itt Gyuri Emma 96,5 pontot kapott a Szent István gimnáziumból. A felkészítő tanára dr. Borbás Réka.
Az írásbeliző diákok 10 ezer forintnyi utalványban fognak részesülni. A 8. osztályos legjobb írásbeliző, elnézést az előbb pakisztam, Erdélyi Kata 97,5 pontot ért el, a budapesti Fazekas Mihály gyakorló általános iskola és gimnázium tanulója, felkészítő tanára Albert Attila. És most jönnek a szóbeli forduló legjobbjaim. Mindkét kategóriában, mint mondottam, két zsűri volt. Az első zsűri vezetője Simonné dr. Sarkadi Lívia, és mondanám a helyezettet. Az első helyezett Bíró Dóra Anna, az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Versics Lívia. Másik tanuló Szabó Imre Bence, a budapesti Fazekas Mihály gyakorló általános iskola és gimnázium tanára, felkészítő tanára Rakotta Edina. A másik hetedikes zsűri vezetője dr. Horvogyi Zoltán professzor úr volt. Itt szintén két tanuló kapott maximális pontszámot. Az első Muraközi Péter, a Péterfi Sándor Evangélikus Gimnázium általános iskola és óvoda és kollégium tanulója Győrből, felkészítő tanára Szabó Kovács Kornélia. A másik tanuló Sócó Panni, az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Versics Lívia. Szívből gratulálunk az ügyes hetedikeseknek és felkészítő tanáraiknak. A 8. osztályos zsűri első zsűri vezetője dr. Jedlovszky Pál professzor úr volt, és itt a következők voltak a legjobbak. Mindkét tanuló a budapesti Fazekas Mihály gyakorló általános iskola és gimnázium tanulója, felkészítő tanáruk Albert Attila, ő pedig Csitári Dávid és Erdélyi Kata. Gratulálunk nekik. A másik zsűri vezetője dr. Murányi Zoltán volt. Itt a legjobbnak Balogh Benedeket, a budapesti 16. kerületi Szerb Antal gimnázium tanulóját ítélték, a második, vagy felkészítő tanára dr. Fridinér, dr. Lajos Ildikó. A másik tanuló Székedi Fanni, a Kecskeméti Bányai Júlia gimnázium tanulója, felkészítő tanára Labanc István volt. Gratulálunk minden ügyes szóbelizőnek. A következő az összesített eredmények. Mindig ez a legnagyobb izgalom. Itt a következők történtek. A 7. osztályosok legjobbjai közül 6. és 4. helyezetteket és tanáraikat oklevéllel, valamint egy-egy 5000 forintos vásárlási könyvutalvánnyal díjazzuk. 6. helyezett lett Bíró Artúr 117 ponttal, az ELTE Apáczai Csere János gyakorló gimnázium és kollégium tanulója Budapestről, felkészítő tanára Varga Bence. Zámbó Luca lett 5., 117,5 ponttal, a budapesti első kerületi Szilágyi Erzsébet gimnázium tanulója, felkészítő Csoknyainél Lév Katalin. 4. helyezett lett Muraközi Péter 119 ponttal, a Péterfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Általános Iskola tanulója Győrből, felkészítője Szabó Kovács Kornélia. És most nézzük az első három helyezettet. Az első három helyezett tanára természetesen vásárlási utalványt kapnak, amelyet a Bálint Analitikai Kft. Biztosít, valamint oklevelben részesülnek. A második helyen pont egyenlőség alakult ki, ezért a harmadik helyet nem hirdettük ki. A két második helyezett is egyenként 20-20 ezer forintos vásárlási utalványt kap, az első helyezettek pedig 25-öt. Nézzük akkor a két volt versenyzőt. Gyuri Emma 119,5 ponttal, a Szent István gimnázium tanulója, felkészítője dr. Borbás Réka. Második Bíró Dóra Anna 119,5 ponttal szintén, az Érdi Vörösmarty Mihály gimnázium tanulója, felkészítője Versics Lívia. Az első helyezett versenyző és felkészítő tanára oklevelet és 25 ezer forintos utalványban részesül, valamint a Hevesi emlékéremben. Első helyezett lett
Sócó-Panni 120,5 ponttal az Érdi Vörös Marti Mihály Gimnázium tanulója, felkészítője, versis lívő, és már hallom is a hatalmas tapsot. Nézzük a 8. osztályosokat. A 8. osztályosok legjobbjai közül a 4. és a 6. helyezettek és tanáraik oklevéllel, valamint egy-egy 5000 forintos könyvutalvánnyal díjazzuk. Itt a 4. helyen történt pont egyenlőség. Nézzük akkor a 6. helyen. 6. helyen végzett Újpál Dávid 115,5 ponttal, a Miskolci Herman Otto Gimnázium tanulója, felkészítője Molnár Krisztina. A holtversenyben levő 4. helyezettek Balogh Benedek 116,5 ponttal, a budapesti 16. kerületi Szerbantal Gimnázium tanulója, felkészítője dr. Findiné dr. Lajos Ildikó. Szintén ugye a 116,5 pontával Csitári Dávid, a gyakorló általános iskolából, gyakorló általános iskola és gimnázium fazekas, felkészítője tanár Albert Attila. Az első három helyezett és tanára is oklevelet kap és vásárlási utalvány, amelyet az Égis Gyógyszertár ZRT biztosít számukra. És nézzük akkor a 3. helyezettet. Darázs Anna 119 ponttal a Révai Miklós Gimnázium és Kollégiumból, felkészítő tanára Csatóné Zsámbéki Ildikó. A 2. helyezett tanára 20 000 forint díjazásban részesül. Ő Éliás Bálint 120,5 ponttal a Tabáni Általános Iskola és AMI Szegedről, felkészítő tanára Sós Mária. Az első helyezett és felkészítő tanára 25 000 forintos vásárlási utalványt kap, valamint az első helyezett versenyű megkapja a Hevesi emlékérmet is. Első helyezett lett 8. évfolyamon. Erdélyi Kata 122,5 ponttal, a budapesti Fazekas Mihály gyakorló általános iskola és gimnázium tanulója, felkészítő tanára Albert Attila. Szívből gratulálunk minden helyezetnek, a felkészítő tanároknak, és természetesen a szülőknek is. És most engedjék meg a kedves kollégák, hogy mielőtt visszaadnám a szót professzor úrnak, egy gondolat erejéig emlékezzünk meg egy emberről, aki annak idején ennek a kémia versenynek is a lelke volt, tankönyvcsaládot írta a versenyfeladatokat, szívén lelkén viselte a gyerekek és a kémia sorsát is. Ő volt Kecskés Andrásné, Erzsike, ki hogy nevezte, akit 3 évtel ezelőtt kísértünk utolsó útjára az érdi temetőbe. Köszönjük az eddigi munkáját. Én átadnám a szót professzor úrnak. Nagyon szépen köszönöm Szigeti tanárnőnek az eredmények ismertetését. Én magam is szívből gratulálok a versenyzőknek, felkészítő tanáraiknak, és ahogy Szigeti tanárnő mondta, a szüleiknek is, mert a szülőkön is sok minden múlik. Sajnos ugye a verseny szervezői és ki vannak téve az élet eseményeinek. Előbb hallottuk Szigeti tanárnőtől, Kecskés tanárnő munkásságáról, hogy megemlékezett elhunyt alkalmából, de bizony az elmúlt időszakban olyan emberek is eltávoztak a körünkből, mint Rácz professzor úr, aki az Eszterházi Egyetem emeritus professzora volt, és nagyon, nagyon intenzíven dolgozott a döntő munkájában, a korábbi szóbeli zsűrik munkájában például, és meg kell emlékeznünk akkor Pálinkó István professzorról is, aki tavaly októberben tartottuk a döntőt online, egy zsűrit elnökölt, és hát bizony ő is azóta már nincs a körünkben. Hát egy perces néma felállást szoktunk ilyenkor javasolni, most online ezt nehéz megtenni, de minden esetre
megőrizzük emléküket és köszönjük tevékenységüket. Nincs más hátra, ismételten megköszönöm a szervezőknek, rendezőknek, közreműködőknek, informatikusoknak, szponzoroknak, mindenkinek a munkáját, nem utolsó sorban a versenyzőknek, mert ugye egy versenyhez kellenek versenyzők. Én nagyon remélem, hogy a következő évben jelenléti formában tudjuk ezt a versenyt, a döntőt megtartani, mert azért mindenhonnan elhangzott, akikkel én most erről beszéltem, hogy bizony csak jó lenne ezt jelenlétiben csinálni. Kívánok a jövőben jó egészséget, sok sikert a munkában, eredményes évkezdést, hiszen elkezdődik most a tanulmányi időszak. És kérem, hogy induljanak, akik tehetik, most a hetedikesekre gondolok elsősorban, ismét a Hevesi György kémia versenyen. A nyolcadikusok folytassák tevékenységüket a későbbi versenyeken, Irinyi, OKTV, törődjenek a kémiával továbbra is. Nagyon jó volt hallani a gyerekeket, ahogy a kémiáról beszéltek a szóbeli fordulóban. Minden jót kívánok, viszontlátásra, jövőre további szép napot. Ezzel a 32. Hevesi György Kárpát-medencei kémia versenyt bezárom.